Szép jó reggelt mindenkinek! Ismét elkezdődött egy újabb nap. Holnap is jó napunk lesz. Milyen napunk van? Jó, kicsi extra luck. Az nem baj, ha van. Nos! Kezdjük a reggelt! Egy jó kis öntözéssel. Menet közben eldöntöttem, hogy ez lesz az első, amit fel fogok majd kicsit tuningolni. A locsolót, mert jó reggelt, kutyú! Addig még nem tudunk normálisan sprinklereket lerakni. És az a baj, hogy nem is a... Az egyes sprinklernek nem sok értelme van. Az egyes szintűnek. Mert az úgy van, hogy ha ide beteszem, akkor csak a körülötten lévő négyet tudja. A kettesnek már van valamennyi értelme, mert az egy ilyen, úgymond 3x3-as, tehát egy ilyen 9 mezőt meg tud csinálni, úgyhogy ő ott van középen. De amúgy a legjobban majd az iridium lesz, amit várunk, csak hát adj még egy kicsit. Na, még egyszer. Mellé csapok. Zavart, hogy ott van. Na, szóval mai napom. Szia. Jó reggelt. Tudom is vagy mi. Magad miért nem tudok elmenni? Úgy. Tessék. Elmegyünk, és... szétnézzünk a Community Centerben. Jó. Jó reggelt, kukacok. Négy. Hová teszek ennyit? Jó, mondjuk nem sokára megnő egy pár darab. Lik. Hihi. Így. Az a baj, hogy azt is tolni kellene. Mert kellene az, hogy a harmadik év végére befejezzem. Nem emlékszem, hogy ide mikor tudok bemenni. Aha, jó. Tovább. Először is. Louis-t lekéstük. Ezt az előző részben kellett volna megcsinálni. Jó. Jó, nem baj. Holnap akkor Vincentnek majd vadászunk valamit. Tolni kellene a barátságokat is. Mindenkivel 8-asban kellene lennem ahhoz, hogy jó pontot kapjak a végén. Hetet el tudok elvileg érni azzal, hogyha összeszedem az 1 milliót. Még most az elején az nehéznek tűnik, de amúgy minél több dolgot csinálok egyszerre, annál gyorsabban fog haladni majd a pénz. Jó, most nem úgy tűnik, mintha sok pénzünk lenne, de menj már arrébb. Azt olvasd el. Na. Pén. Divid. Az a baj, ahhoz ki kell menni a tengerhez. Na, nézzük meg. Na most, ha nem sikerül, nem sikerül. Kérmárni, veled is jóval kevesebbet találkozom. Ja, örülök neki, hogy van egy kis barátom.
Szevasz, Vili! Ja, tudom. Én teljesen respekt vagyok a Vatárra. Valamire úgy emlékszem, hogy ez is lesz használható. De most nem mondom meg mire. Jó, majd ide kell egy zsákfa. 300. Édes Isten. Mondjuk jó, mert odát van a többi foraging cucc. Hé, Elliot, veled beszélgetünk, mert te eléggé... Ja. Jó, menj. Cse. Na most a petszázással itt csak annyi a problémám, hogy itt egy kicsit erőteljesebb halak vannak, mint a többiben. De hát, ha ki tudnánk fogni egy szívidet. Ne, nem halad, szív... Ó, hogy az anyádat. Azaz, szorítsd lefelé, túl a nyomás. Plunder! Fisherman achievement. De, ez mi? Milyen achievement? Ó, kaptunk 10 különböző halat. Nagyon jó. Most nem halért jöttünk, hanem szívidet. Is. Nem lehet itt garázdálkodni? Hol vagy? Azt tudom, hogy elmentél, de hogy ilyenkor hová mész? Ó! Lehet változtatni. Igen. Milyen legyen? Piros kék. Juhú! Na jó, pecázunk még egyet. Lutty! Lulú! Na? Azért most nem fogok átszaladni, mert ott buborékozik. Szorítsd le. Á. De miért vagy szemét? Jó. Fogtunk egy szardiniát is. Óhé. Na még egy. És egy perfektó herring. Jó, oké, megyek. Tudom, azt mondtam, hogy egyet fogok ki. Rohanok. Na most. Van 1000 goldunk. Állj meg. Well, az nem kell. Jó, hát van 3 tavam a közelben, nem nagyon van rá szükségem, bocsi. Ide is felnézek, mert itt is szoktak lenni. A foraginget akarom felfelé húzni csak. Szia! Hát nem csodálom.
Nem tudom, ővele soha nem foglalkoztam amúgy komolyabban, mert nem tetszik a stílusa. Az ilyen. Pedig a szőkék bejönnek, de ő nem. Nos, itt elültettünk fákat. Jaj, hú, itt nagyon sok gaz lesz. Ezt lehet, hogy majd ki kell innen vágni. Na most, itt úgy akarom megcsinálni, azért nem akarok kutat építeni felesleges. Itt is van egy tó, meg ott felül is van egy tó. Tehát itt ezen a részen lesz valahol a farm, és azt úgy akarom kialakítani, hogy innen oldalról elindulunk, és akkor úgy, hogy az iridium majd tudja őket locsolni, úgy lesznek egymás mellett végig a kis farm plöttyök, és akkor nekünk ott már nem is kell foglalkozni semmivel, csak összeszeregetni a termést. Barátságokat kellene tolni, azért is keresgélek ilyen foraging cuccokat, hogy hát ha tudnék egy kicsit húzni a barátokon. Nem mindenkihez oda szaladgálunk, beszélgetünk velük, azzal is megy, csak jóval kevesebbet. Ajándékot adunk nekik, és ráadásul olyat, amit szeretnek, mondjuk azt a legnehezebb, mert azért még az első évszakában jár a játék, és van olyan, akinek mondjuk például, amit szeret, az nyári vagy őszi termés, akár nyári vagy őszi foraging cucc. Ok. Azt nem tudom, hogy azért kapunk-e valamit, hogyha ha összeszeregetjük például az összes sapkát. Gondolom, egyébként nem lenne értelme. Ó, alakul, ez alakul. Lehet, hogy a következő rész egy-két nappal később fog kezdődni, tehát hogy kihagyunk egy pár napot. El akarok menni egy komolyabb pecázásra, mert jelen pillanatban még, mivel alapból a termések hát lassúak, mondjuk így, nem is keresünk annyi pénzt belőle, és emiatt akarok elmenni legalább vagy két napot végig pecázni, úgyhogy reggeltől estig, tehát hogyha mondjuk tegyük fel, lenne egy esősebb nap, akkor tök jó, mert akkor már reggel teljes energiával el tudom kezdeni. Na jó, takarítunk addig tovább, még tudunk. Sénnek meg majd odaadjuk reggel a amit kért. Azért lenne jó a foraging skillnek felfelé menni, mert elvileg az a Zex-nek az erejét növeli. Jó, tudom, hogy tele van. Hirtelen megijedtem, mi az a jel ott. Jó. Két fát kivágtam. El is fogyott a energiám. Szídet, ezt nem mindegy, berakom, de lila hering. Ezeket eladjuk.
Elég jók vagyunk pecázásból most, még. Nem biztos, hogy később is így lesz. Abban nem rákattintottam. Így. És még felvesszük a maradékot, ami ki van szórva. Mert én úgy emlékszem, hogy ezek eltűnnek. Lesz külön egy olyan rész a farmon belül, ahol fákat tudok ültetni. Lesz egy külön rész a farmon belül, ahol... Hallod? Kösz. Ahol maga a farm rész lesz, egy állatos rész, tehát hogy így szépen ki lesz alakítgatva majd minden, csak most azok az utak, meg kerítések, amik vannak, azok nem tetszenek annyira. Bár lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy lemodellezem. Ez az. Jó, oké, akkor ezzel sokat nem értem. Oké, remélem az igazi karakterem, vagy a játékbeli karakterem ez nem olyan, mint az igazi. Outrál. Megint levél! Bring coins. Na, azt nem kapsz tőlem. Kettő. És egy pár snip. Na, akkor most jön az. Megyek, mindjárt megitatlak, bocsi. Hogy van egy magom. Három cuccot vettem ki. Na, legyen. Akkor még sárgarépát is ültetünk. Hát bízom benne, hogy szépen lassan halad annyit a farming skill-em. Hogy egyre több... Honnan szedtem ki még? Ja, honnan? Hú, anyám. Hogy itt is elkezdek majd sárga csillagos cuccokat szeregetni. Mondjad! Postást várod, mi? Az a baj, hogy itt mindenki ilyen öntörvényű és saját magától bejárkál a farmunkra. Mi is mászkálunk más házában, úgyhogy rend legyen. És ők dobálják be a levelet, itt nincsen postás, barát. Tudom, hogy megkergetnéd, de sajnos nem tudod. Na gyere, megitatlak. Egy. Minden rendben? Nos. Ok. Elvisszük a parsnipet. Dandi! Úgy! Tényleg. Ezzel... Az a baj, nem tudom, hogy kiket kellene... George-nak vinni kellene egy leaket. Ő azt úgy emlékszem, hogy szereti. Ez egy jó kérdés, mi? Jó, az a baj, hogy Shane elvileg dolgozik. Neki azt sem tudom, hogy hogy tudnám ott megfogni a gyereket. Vigyünk egy leaket. Így. Ez mehet ki. Ezek most mehetnek ki. Így. Most ilyen kicsit-kicsit szaladgálunk. Kaladgálós nap lesz. Na, ez az. Juhu! Szevasz, Luis! Oh, hello! Ja, akkor, oké, így triggereltem be azt, hogy eljöjjön ide. Igen.
Oké. 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 Nem megyünk a jója irányba. Kip. Szóval. De nem emlékszem a bandolokra, de azt tudom, hogy szívás amúgy néhány. De... így legalább van egy cél a játékon belül, amit mindenféleképpen el kell érnünk. Egyrészt az, hogy legyen 1 millió. Most mit kezdődik az első? Ja. Jó, igen, és akkor el kell menni. Azt hiszem most már mehetek a garázslóhoz. Jó, ez nem izgat. Szia! Semmit! De hogy mindenki olyan paraszt? Meddig dolgozol? Köztese? Jó, beszélgetni nem lehet vele munka közben. De ajándékot adhatok neki. Szava. Így már kéne egy olyan, hogy ezt így ki kéne nekem így csapkodni. Szén. Tökéletes. Jó. Na most. Várjál. Locsolóhoz. Elfelejtettem amúgy. 5 hopper és 2000 gold. Mindenhez. Uh-huh. 5 hopper és 2000 gold. Jó. Hát akkor lehet, hogy majd bányásznunk kéne. Még dél van, még van idő. Szevasz, Pam! Veled is retek ritkán találkozok. De hogy mindenki mennyire bunkó? Egyáltalán van tévéd? Nincs! Paraszt vagyok. Jó, tudom, majd változik, ahogy barátkozunk, csak na. Na, Rabin, mondd azt nekem, az nem érdekel. Ez nem érdekel. Ez is fog kelleni. Fishpond. Ó. Ez nem.
Jó, ez se érdekel. Orsz, ez majd a slime-os. Ezt kéne a lehető leggyorsabban kitekerni majd. Búdot, ezt nem nehéz összeszedni hozzá. Itt mindig a golddal van most az elején a probléma. Addig még nincsen nagyobb farm, addig... addig én így azért szenvedek vele. Te a leaket szereted? Próbálsz meg. Nem volt éppen meggyőző az, amit írt, vagy amit mondott. Hello, hát még most jöttem le, már slime-ozunk. Ugri-bugri. Köszi. Bah. Majd megtanulok normálisan célozni. Mi van, piros szem? Sok volt a fű, mi? Zöld vagy zöld. Áó! Tud ilyet is. Ezt nem is tudtam. Megpróbáljuk ezt a zöld slime-os küldetést befejezni. Úgy emlékszem, hogy később kapok olyan kardot, amit nem kell nyomkodni, mert amúgy most ez a kattingatás, ez engem tönkretesz. Jó, megyünk egyen lejjebb. Itt nem olyan vadászok semmit, hanem ide le. Ezt mindenképpen. Mondjuk annyiból kellene bányázgatni, hogy menjen a bányász killünk is, geode. Na, megvan. Ja, ez meglett, köszi. És akkor mehetünk most már a guildbe. Nagyon jó. Hát, holnap. Következő alkalommal. Jó, és még itt volt ez a mászkáló kű. Ott mászkál. Nem jössz a közelembe! Cherry bomb. Huh. Hello, hello! Kukat! Au! Nem tudtam tőle arrébb menni. Alga, ezt tudok pecázni is, arra nincs ez szükségem. Meg hát így megy a combat skillünk is, tehát. Au! Au! Hű, ez sok lesz. Ez milyen mozgás volt, Rozika? Ez nekem fáj, ne bánts! Au, 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 hey! Hello! Nincs ugra-bugra! Ha még nem is béneznék ennyit.
Sétáló kű. Az úgy nem jó. Áó. Nem. Mész innen? Ez így kettő. Megint nem fogok leérni. Mondjuk így igen. Uhú, kévkerült. Jó, ez az, ametiszt. Rem, arra vagyok kíváncsi. Igen, tehát hogy Günthernek ezeket le kell adni, az elsőket, meg ezt is. Ezt megesszük. Köszönöm. Nem az energiám miatt aggódok most, hanem most inkább a HP miatt. Ez is Günteres? Nem, most nem harcolunk többet. Hanem megyünk, megpróbálok. Hát, ha gyorsan előjönne. A lejáró. Áó. Mert még egy szintet kellene lejjebb mennem. Adire. Tehát, hogyha itt bányázgatok, ott van, ez az. Megvan a 10. szint. Uhú! Tipellő. Hát az úgy baj. Fát kidobjuk. Így. És akkor a csizmát felvesszük. Egy defense és egy immunity. Az nagyon jó. Na, és most húzásban haza. Azért így, hogy világít a karakter, egy kicsit könnyebb ez a része. Ez a bányászás. Nos! Azt hiszem, most reggel majd kapni fogok egy levelet a garázslótól, hogy lemehetek hozzá. És akkor elvileg onnantól kezdve már fogunk tudni alkotni a közösségi házban. Ezeket visszük Günthernek, ez cherry bombot is lerakhatom, a szídet is, copper és kol. Copperből el kellene kezdeni égetni, úgyhogy egy, így. Hadd haladjon. Jó, növények meglocsolva, minden rendben, mehetünk. Szia, kutyú! Yes! Level 2 combat. Plusz 5 HP. Az nagyon jó. Az nekünk kell. Mondjuk nem annyira rossz. A karod
Tehát a sárgarépa így, hogy alapból a mag is ingyen van, így amúgy még nem is rossz, hogy 35 goldot kapok érte darabjáért. Parsnip se rossz, csak ezzel az a bajom, hogy ez sokkal nehezebben nő meg. Több nap. Jóval több nap. Tehát, hogyha azt nézem, hogy mi éri meg a legjobban jelen pillanatban, akkor tényleg ez a sárgarépázás az, ami... Ha találok ilyen kiüthető magot, akkor azzal fogok tudni a legjobban haladni szerintem. Meg hát megy feljebb a farming skill. Na jó van, ez a rész mára ennyi. Találkozunk a következő részben. Addig is vigyázzatok magatokra. Lájkoljatok, szóljatok hozzá, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Sziasztok!